Ebben a videóban az újszülött csecsemő pelenkázását mutatjuk be. A pelenkázás megkezdése előtt minden szükséges eszközt készítsünk elő. A törlőkendőt, a krémet és a tiszta pelenkát. Érdemes az új pelenkát széthajtogatni, és olyan helyzetben oda tenni, ahogyan majd a babára ráadjuk. A pelenka hátulja az, amelyiken a nagy, tépőzáras fülek vannak, az elején pedig a kisebb fülek. Hasznos olyan pelenkát választani, ami nedvességjelző csíkkal van ellátva, hiszen mutatja, hogy mikor jött el a pelus csere ideje. Fektessük a babát a pelenkázóra. Vegyük le róla a rugdalózót, zoknit, hajtsuk fel a rajta lévő bedit, hogy elkerüljük a ruha bepiszkolódását. Fontos, hogy a csecsemőt a pelenkázó felületen soha ne hagyjuk magára, mindig legalább az egyik kezünkkel fogjuk. Így biztonságban tudhatjuk a kisbabánkat. A pelenkán lévő tépőzárak kinyitásával levesszük a használt pelenkát. Ha a pelenkában kaki is van, akkor az a legegyszerűbb, ha a nagy részét egy mozdulattal a pelenka első részével letöröljük. Ehhez egy kézzel fogjuk össze a baba lábát, és emeljük meg. Ezt villafogásnak hívjuk. A használt pelenkán hajtsunk egyet befelé, így marad egy tiszta felület, amin folytathatjuk a tisztítást nedves törlőkendővel. Érdemes alkohol- és illatanyagmentes törlőkendőt használni, ami nem irritálja a baba bőrét. Tisztítsuk meg a két ágyékhajlatot is, és a popsit. Különösen a kislányoknál fontos, hogy mindig felülről lefelé töröljünk, azaz a hüvelybe menettől a végbélnyílás felé, hogy elkerüljük az esetleges fertőzést vagy gyulladást. A kisfiúknál a herezacskó barázdájban és mögötte is megbújhat a kaki, itt is mindig felülről lefelé töröljünk. A használt pelenkát feltekerjük, és az oldalsó tépőzárak segítségével lezárjuk. A használt törlőkendőket is belecsomagolhatjuk a pelenkába, és együtt dobhatjuk a háztartási szemetesbe. A tisztára törölt babapopsit bekrémezhetjük, ha kipirosodott. A krémet az ágyékhajlatokba, a fenékre kenhetjük. Semmi esetre se kenjük a kislányok hüvelybe menetéhez, vagy a nagy ajkakon belülre, a kisfiúknak pedig a hímvesszőjére. A tiszta pelenkát helyezzük a babapopsia alá. Ügyeljünk rá, hogy a kisfiúk fütyét hajtsuk le, hogy ne folyjon ki a pelenkából a pisi. Ha van még köldökcsonk, akkor érdemes olyan pelenkát használni, aminek van köldökrész kialakítása. Így az nem érintkezik a pelenkával. A pelenkát a tépőzárak segítségével rögzítjük. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen se túl szoros, se túl laza. A comb körül található gumírozott részt is érdemes megigazítani, és a kis fodrokat kihúzni, hogy a pelenka tartalma sehol se folyjon ki.